Na hát az van, hogy elérkezett az utolsó éjszakánk az albérletben. Nagyon fura. Mint ha most lett volna az első, amikor így először egymás mellett. Mert a pont akkoriban jöttünk össze, amikor Rami ide költözött, úgyhogy szinte együtt költöztünk be, és ez már 4 éve volt. És hát azért ez most így furi. Egy kicsit már itt ki van ürülve félig a lakás, és az utolsó alvás. És olyan, az első, az elsőnél úgy aludtál itt, hogy akkor még nem is voltunk együtt, csak közösen házit írtunk. Igen, ház, igen. Így lapakodtam be más ágyába, úgyhogy ez egy jó tanács, hogyha valaki nagyon tetszik, akkor úgy be tudtok lapakodni. Azért, hogy megírjuk közösen a házit hajnal 3-ig. Jó, de fura. Az is fura, tudjátok mi? Hogy olyan, mint hogyha egy 50 éves lázdahanyos férfi mellett lennék, Raminak olyan a hangja most. Nem is vagyok lázdahanyos férfi. Olyan hangot van, borzasztó. Kikészítettél teljesen, elment a hangom is tőled. Na jól van, jó éjszakát. Minden üres és tiszta. Mi lesz most velünk? Na hát kitakarítottam a lakást egyedül. Fordulj el arra egy kicsit az arcoddal. Látjátok itt a paplan és párna nyomokat? Hát mert most épp aludtam egyet. Ah, jó van. Tegnap egész nap pakoltunk, itt volt Rami anyukája, nagyon nagy segítség volt. Azt hiszem, mert nélküle semmi esélyünk se lett volna. Illetve nekem is köszönetet kell, persze, hogy mondjatok. Persze, nagyon sokat pakoltál te is. Megcsináltunk mindent, kész az albérlet, és most pedig várjuk, hogy átadjuk, aztán pedig még mi sem tudjuk, hogy hova megyünk. Szia, albérlet! Szia! Mi elhozni fogsz? Na, nyomás! Pic nélkül. Szia! És ezzel egy fejezet lezárult. Jézusom! Na hát, az életünket ide csomagoltuk be. Itt vagyunk! Viszont költözhető a lakás, de még nem lakható, úgyhogy most egy olyan időszak következik, amikor is vándoréletmód. Egy hónap vándoréletmód. Hova menjünk, Rami? Szerintem induljunk le a Balatonra. Menjünk le a Balcsira! 3:40-60, és a sportás már annyira kibírhatatlan napközben, annyira meleg van, aminek amúgy nagyon örülök, hogy ilyenkor járunk el futni. Amúgy itt van velünk Rami is, és ő lesz a mai kísérőnk. Bizony. Induljunk el, mert anya munka előtt fut, úgyhogy szeretné, ha oda is érne majd a végén. Tudom, forgalmi rendváltozás van, ugyanis kacsák tartják fel az embereket. Jó fejek? Ready! Hát 6 óra 45 perc van, és már 10 kilométeren túl is vagyunk. Ramona, köszönjük szépen a frissítőket neked. Nagyon szívesen, máskor is. Illetve anyukám, gyere ide. Köszönöm ezt a reggeli futást. Hogy esett? Nagyon jól. Kezdődhet a nap. Képzeljétek el, anya maratonra készül, és alig bírtam vele ezt a 10 kilométeres tempót is. Húzol. Hát, de most komolyan, úgyhogy hát én nagyon büszke vagyok az anyukámra, hogy nem tudom vele tartani a tempót. És még én is nehezen biciklivel. Még biciklivel is, úgyhogy le a kalapa. Miért szeretsz reggel futni 5:30-kor? Talán mert hűvösebb van. Aha. Na jó van, neki is el a suliból. Menjünk. Ali! Viszont nekem most valami más fog jól esni, és nem a puha ágy, és nem is egy kávé, hanem... Hát, tegnap feltettük meg a medencét, úgyhogy elég hideg, de most tényleg ez kellett. Na!
azt találtuk ki, hogyha azért még mindig meglátogatjuk a kedves nagyszüleinket, és viszont most nagyon sok dolgunk van, úgyhogy estére áthívtuk őket szalonnát sütni, úgyhogy most megyünk is bevásárolunk. Rami, voltál már a Gyulai piacon? Voltam. Hát akkor nem mutatok ma se újat. Hatalmasan hasonlát! Kicsit viccesebb a ruhámban. Majd mindjárt megmutatom. Így jó, nem? Sétálj! Jaj! Nagyon vicces ekkor a hassal. Na, de közben megjöttünk a piacra, arra mi miket kell vennünk? Zöldségeket, a sütögetés a szalonna mellé, meg hát persze gyümölcsöt. Na, gyerünk! Aranyosak voltak a kis piaci kofán? Nagyon kedvesek, az idősek, imádom őket. Gyerekkoromban mindig azt hittem, hogy itt kiabálnak meg, nagyon rámenősek, de... Én féltem amúgy egy picit a piacon. Én is. Nektek nem volt ilyen a piacon ilyen élményetek, hogy így hú, hogy így csak rád akarnak tukmálni mindent? Most viszont tényleg mindenki nagyon aranyos volt, kóstolgattunk, meg ezek biztos, hogy a házik is kertekből vannak, úgyhogy hát eljöttük, ide járunk. Szóval amúgy, láttátok a videó elején, hogy Pestről eljöttünk, és hogy nincs hova menni. Na hát Balatonra mentünk, de képzeljétek el, hogy semmit nem videóztunk ott. Annyira jól éreztük magunkat, meg amúgy nagyon sokat dolgoztunk, és így már fog sülni. Annyira sokat melóztunk, hogy kellettek is kikapcs, és hát ki is kapcsoltuk a kamerát. És most pedig lejöttünk a hétvége előtt még Gyulára, és akkor már egy ötödik napja vagyunk itt? Igen. Ja, úgyhogy... Úgyhogy a költözésben van egy jó dolog is, ez pedig a környezetváltás is, és ez jó tud tenni egy embernek. Igen, nagyon sok a munka, de így azért egy kicsit más dolgozni, hogy este természetben vagy. Pestet egy kicsit, én kicsit besokaltam most. Igen. Úgyhogy most ezt a nyarat, ezt most így próbáljuk. Az utolsó szabad nyarunkat! Jó, nem mondjuk. Nem, így értve. Értsétek jól. Na, de ezután amúgy... nem is tudom, hogy hova fogunk menni. Rami, hova megyünk? Veszünk egy kis paraszt kenyeret. Azt akartam, hogy hova költözünk. Ja, azt mondtam, hogy most hova megyünk. Derültékből szétázás. Úristen! Ez mi volt? Szegény gyerek. Jó, gyere be azonnal! Most akartunk elkezdeni kamerázni, hogy mennyire jó idő van. Erre szétázunk, hát azt nem hiszem el. Na jó, várjunk egy kicsit. Na de egyébként nem véletlen ijedtünk meg ennyire, amikor berohantunk a házba. Képzeljétek el, hogy itt pár házzal arrébb kis gyulladt egy ház, mert belecsapott a villám. Hát azért ez elég para, nem? De. És Rami most fél, hogy, mert mindig azt mondom neki, hogy nem csaphat bele a házba. Mindig kiderült, azt mondta, hogy átvertünk? Az mindig azt mondta, hogy nem csaphat bele. Kiderült, hogy átvertünk? Hát most kiderült. Tiszta stressz ez a Gyula. De stresszes. De ez a mai nap, ez... Fú. Sok a szúnya. Na de amíg felszárad itt minden, és megyünk a következő kinti programunkhoz, jöjjön egy kis aktualitás. Egy nem mindennapi csomagom érkezett, ami egy Samsungos zacskóban volt benne. Vajon mit is jelent ez az egész? Samsungosok lettünk Ramival, és hát megkaptuk a legújabb kütyüjeinket, amiket itt fogok most kibontani. Ezt figyeld! De ahogy itt fogom, amint megkaptam, széttéptem a dobozt és kivettem belőle a telefonomat, úgyhogy amúgy az itt van. Úgyhogy képzeljétek el, egy Samsung S10 Plus-om lett. Egy kis sztori erről az egészről. Mi eddig nem Samsungot használtunk, hanem egy másik készüléket, másik operációs rendszerrel, úgyhogy nekem az Android egy teljesen új dolog volt, és hát ezzel én meg is gyűlt vele a bajom, de már pár hete használom a telefont, és igazából egy nap alatt át is álltam rá, és már nagyon-nagyon megszerettem. Az előző telefonom már azért egy régebbi darab volt, és hát most egy csúcskészülékkel van dolgom, és hát imádom. Tehát a tech tartalmaim még nem voltak, nem is ilyen csatorna vagyok, de mivel minden nap ez a munkaeszközöm, és végre olyan kamera rendszer van benne, szóval annyira király képeket meg videókat csinál, hogy majd szép lassan meglátjátok úgyis. Szóval Samsungos hosszú távú együttműködés, nagyon szépen köszönöm a Samsung Magyarországnak, és kérdés felétek, kinek milyen telefonja van?
márkákra gondolok, léci kommentbe írjátok már le, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy így arányaiban hogy is rendeződnek a viszonyok. De valami más is van ebben a csomagban! Az új órája Raminak is, ami még nem bonthatja ezt ki, mert majd később veszi fel ezt a videót. Viszont nekem ezt figyeljétek, hogy min van. Viszont ezt még nem bontottam ki, úgyhogy ezt most megnézzük. Mostanában amúgy nem is volt órám, vagy nem használtam órát. Viszont ezt már nagyon vártam. Jaj, de szép! Nagyon pasis, tök jó. Ja. Sportos pasis, de mégis azért úgy elegánsnak is mondanám, tehát hogy... Na remélem, hogy kíváncsiak vagytok amúgy ezekre, én szeretném majd ezt sportolás közben is felavatni, úgyhogy majd ilyen videó is érkezni fog. Viszont kisütött a nap, jó idő van, menjünk tovább. A reggeli edzés már elmúlt, már nem is vagyok fáradt, úgyhogy remélem, hogy Zozó is megérkezik, illetve itt van Rami, még nem is látott az új biciklivel biciklizni. Tényleg, de jó. Ja. Úgyhogy pakolás és irány a park. És hát minden bringázás szereléssel kezdődik. Ja, de hogy végre életben egyszer új bringám van, úgyhogy nem! Zoli, köszönöm szépen a session-t. Nagyon király volt. Nagyon jó volt. Pesten találkozunk? Remélem, mindenképpen. Volt már Zolival több bicós tartalmunk. Dobjatok egy lájkot a videóra, ha szeretnétek még bicós tartalmakat. Viszont szokás szerint késésben vagyunk, mert otthon elvileg mi szervezzük Ramival a szalonnasütést, és csak nem, csak mi nem vagyunk otthon, úgyhogy nyomás. Itt tolja ki magát, a kis fenekét. Vagy nem tudom miért. Képzeljétek el, hogy már most voltunk a... hát nem tudom, hanyadik ultrahangon, és az derült ki, hogy a mi kisbabánk már 1 kg-os. Hát az már nagyon durva. Egyre hihetetlenebb az egész, és egyre közelebb vagyunk mégis hozzá, úgyhogy mai részben ezt a kis titkos infót akartam megosztani. És hát készülődünk a szalonnasütésre. És mi készül majd a szalonna után? Az titok, várjátok meg, hogy fú, nagyon-nagyon-nagyon finom desszertet nagy fogunk csinálni. Hanyadik közös szalonnasütésünk? Nem olyan sok, ugye? Második. Úgy szoktunk mindig szalonnát sütni, hogy van rajta szalonna is, kolbász is, meg hagyma is, de szerintem ez az igazi. Ez itt az igazi. És én amúgy oké, hogy persze egészséghírnökei vagyunk nagyon sok esetben, de én mindenkinek engedélyezek szalonnasütéseket. Anyáron, mert azért ez nagyon jól összehozza a családot, meg ez szerintem ez egy nagyon jó kis program. Túl vagyunk már a szalonnasütésen, és hát egy nagyon különleges desszerttel készültünk, ugyanis Rami meghallotta, hogy mi már csináltunk kürtös kalácsot, és igazából el se itte, úgyhogy mondta, hogy ma este mindenképpen. Igazából ennek az apropóján lett a szalonnasütés maga is, hogy aztán a végén tudjunk kürtös kalácsot sütni. Szóval ennyi volt ez a kis videó már, reméljük, hogy tetszett nektek. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon jó kis nap volt. Elfáradtunk, úgyhogy ennyi volt a gyulai kirándulás, és megyünk vissza Budapestre, úgyhogy majd szerintem onnan fogunk legközelebb videóval jelentkezni. Azt hiszem, tőlem. Jó pihenés nektek! Sziasztok! Sziasztok!